Szeretettel köszöntök mindenkit Kozák Lajos életművének bemutatóján. Csak egy nagyon rövid bevezetőt mondanék, illetve elsőként bemutatnám a mai beszélgetés résztvevőit. Elsőként Kassa Gábor művészeti vezetőt, aki a Kultrésznek a művészeti vezetője, és egyben a kiállításnak, illetve ennek az életmű feldolgozásának a kurátora, művelője, illetve Szabó Lajos, a Sportmúzeum főigazgatóját, akinek nagyon nagy köszönettel tartozom, hogy lehetővé tették ezt a projektet. Illetve Kincses Károlyt mutatnám majd, de sajnos ő nincs itt jelenleg. Gábor majd erről bővebben fog pár szót szólni. Röviden annyit mondanék el, a Kultrész képülmesség 3 éve alakult. Tulajdonképpen a célunk az volt ezzel az ügynökséggel, hogy a kultúra, illetve a kulturális tartalmakhoz sorolható fotókat egy gyűjteményben összegezzük. Jelen pillanatban 1 100 000 képpel rendelkezünk. Ez 6 külföldi kollekció, 150 magyar fotográfus és 6, illetve 10 közgyűjteménynek anyagaiból áll össze. És évek óta az volt a vágyunk, hogy egy olyan anyaggal is bővíthessük ezt a kollekciót, amit egy gyűjteményben mi magunk dolgozunk fel, és hát ez az álmunk most valóra vált, és ennek a folyamatnak a részleteit fogom most Gáborban mutatni, Lajossal együtt. Köszönöm szépen. Akkor mindjárt a Kincses Károly, hogy miért nincs itt arról beszélnék, mert hirtelen el kellett utazni a Erdélyből, mert egy szintén egy életművet, egy fotográfus anyagát most tudja csak még átvenni, és ezért kihagyja ezt a dolgot, de azt ígérte, hogy jövő héten, 2 héten belül, egy pénteki napon egy tárlatvezetést fog csinálni, tehát hogy valaki szeretne vele erről beszélni, vagy meghallgatni a véleményét, azt meg tudja tenni. A mai van holnapján, illetve a Facebook oldalán ezt közé fogjuk tenni, hogy mikor lesz ez pontosan ez a tárlatvezetés, amiben én lehet, hogy én is leszállom a különök. És akkor el is kezdeném ezt a prezentációt, a Kozák Lajos életművének bemutatását. És azzal kezdeném, hogy ki is volt ez a Kozák Lajos, mert hogy neki a fő foglalkozása nem fotográfus volt, hanem testnevelő tanár, és 1928-ban végzett a testnevelési főiskolán. Itt láthatják, hogy 1906. március 7-én született, tehát ebből következően az érettség után már valószínűleg föl is vették meg a főiskolára, ami éppen abban az évben indult, de hadd olvassam fel, Hodászi Miklós székes fővárosi testnevelési igazgató, így ilyen Budapest székes főváros iskolai és iskolán kívüli testnevelési ügyének fejlődéséről. 1890 és 1930 című könyvében. Ez úgy néz ki, hogy mindenféle nevek vannak, tehát mindenkiről összegyűjtöttek adatokat, és Kozák Lajos már szerepel a könyvben. Kozák Lajos óraadó testnevelési tanár, 1906-ban született Székesfehérváron, főreáliskolai érettségit tett. Testnevelési főiskolát rangelsőként végezte. 1928 évben, mint legjobb diplomázott hallgatót, egy év időtartamra a vallás és közoktatási miniszter segédtanára nevezte ki a Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára. Budapest székes főváros szolgálatába 1930-ban lépett, Levente oktatói tanfolyamot is végzett, valamint Hofgasteinbenski tanfolyamot, jelenleg a középfokú iskolák sportkörei országos központjának előadója működik, az ifjúsági testnevelési oktatásra. Igen, ez egy kicsit ilyen bonyolult és régi nagy szöveg, de így nézzük ki Kozák Lajos, ez a tablón. És megkérem Lajost, hogy beszéljen el a főiskoláról, hogy ez, mert hogy ez az első évfolyama, amiben ő végzett, és hogy hogy alakult ez ki. És utána megkérem, hogy erről a középfokú iskolák sportkörei országos központjának előadója is, hogy mit jelent pontosan. A testnevelési főiskola 1925-ben tulajdonképpen a trianoni vereség eredményeképpen jött létre.
hiszen hiába küzdöttek odáig, hogy legyen egy főiskolai egyetemi szintű képzése a testvérőknek, ne csak 6 hetes, ekkor már 6 hónapos tornatanítói tanfolyam. A trianoni vereség után ugye nincs hadserege Magyarországnak, ezért a testvérési törvény ez egyfajta újtatott katonai előképzést jelent, és minden forrást megkap a terület, a kultuszminisztérium belül. 1925-ben indul maga a testnevelési főiskola első évfolyama, ahol teljesen véletlenül, tehát szerencsésen éppen ekkor végezte, tehát ekkor bekerült rögtön Kozák Lajos is erre a évfolyamra. A harmadik, tehát akkor 3 éves, harmadikban már évfolyam elsőként fejezi be a tanulmányait. Most ez a főiskola, ez valóban egyetemi rangú, nagyon komoly képzés és nagyon komoly tanári gárda áll mögöttük, tehát a művelődés történettől elkezdve nagyon sok mindent tanulnak, nem csak fizikai tárgyak vannak. Azt jelenti egyébként a színvonala, tehát az ő teljesítménye, hogy ő első évet, illetve a 3. éven évfolyam első, a második éven keresi ebbe az évfolyam első, aki később az egyik legjelentősebb tanára a főiskolának. Az első évben ugyanekkor Szigicsek Otto, aki a Nemzetközi Olimpiai Akadémia alapító főtitkára lesz majd Görögországban. Na most a Tisokról, tehát ő mikor végez, akkor bekerül rögtön ugye első évfolyam, amikor főiskolai diplomával jönnek ki, egyáltalán léteznek testnevelők. A testnevelő is ekkor találódik ki, tehát a tornatanáról ekkor először ugye testnevelési tanár, majd testnevelő tanárá alakul az elnevezés. A Tisok, ez egy nagyon érdekes sporttörténeti intézmény, hiszen ez, tehát tulajdonképpen az első világháború előttig tiltva van a középiskolásoknak, illetve egyáltalán az iskolás korosztálynak a testnevelés, illetve a sportkori tagság, tehát társadalmi egyesületek nem lehetnek tagjai. És a háború után, illetve a testnevelési törvénnyel, tehát az a 24-es testnevelési törvénnyel létrehozzák ezt az iskolai és sportkörök hálózatát. Ez igazából a középiskoláknak a hálózata. A magyar élsport, a legjobb magyar sportsikerek tulajdonképpen ebből jönnek ki. Ezt a kultuszminisztériumon belül egy osztály és néhány ember, 2-3 ember szervezi. Abszolút példamutató. Tehát az 50-es évek nagy sportsikerei, meg egyáltalán két háború közötti sikerek szinte kivétel nélkül a Tisokból vagy a Levente mozgalomból kerül ki, hiszen a Levente azokra vonatkozik, akik nem középiskolai, tehát nem iskolába járnak, iskolán kívüliek, viszont kötelező a testnevelés, és ez a két szervezet az, ami a kétszer révén a Tisok nem, mert azért önképes volt a tagság, de a Levente kétszer révén fölhoz egy csomó tehetségét. Még a Leventékről beszéljünk, mert ez a kornak egy elég fontos ilyen. Hát az, hogy ő Levente oktató, az nem minősít semmit, hiszen a testnevelési főiskolán el kellett végezni ezt a tanfolyamot kötelezően, tehát aki testnevelő tanár volt, az egyben Levente oktató. Szóval valószínűleg fontolzott a Levente újságban, tehát a Leventéknek volt egy ilyen... Igen, de ez már később van. Maga a Levente mozgalom az ez a testnevelési kényszer. Tehát a testnevelési törvény nyomán 21 éves korig mindenkinek heti rendszerességgel, minden férfinek heti rendszerességgel testnevelési képzésen, tulajdonképpen katonai előképzésen kellett részt venni, egészen a 30-as évek vége felé, amikor visszaáll a hadsereg, és már nincs ez a fajta kötelezettség, akkor viszont teljesen átmegy katonai előképzésbe is. Tehát amit mi igazából lehetünk, amikor a tényleg 10 éves gyerekeket elvittek a frontra Leventeként, és végigfutszották a háborúban őket. Tehát ez ekkor még végtelenek lesz. És hát egy kicsit a cserkészekre is hasonlítok. Ők próbálták, én azt olvastam, próbálták ilyen pozitívvá tenni, mert elég kemény volt sok esetben, meg egy ilyen erkölcsi nevelési... Ezt csak olvastam el. Ez egy érdekes vetélkedő volt a két társaság között, hiszen az állami forrásokért ment a harc,
és inkább a cserkészet vált egyre inkább katonás jellegűvé, hogy a három által támogatott levente kerülték el az összes állami forrást. Viszont ez egy sikeres szervezet volt itt, tehát többen jártak, szívesen jártak cserkészkedni. Hát maga a cserkészet abszolút önkéntes társaság volt, nagyon komoly társadalmi főleg egyházi támogatással, háttérrel, messze nem volt benne a kötelezés, tehát hogy minden évben kirakták a falra, azt, hogy már pedig büntetés terhe mellett írják össze a levente kurva a fat, és oda muszáj volt venni. Cserkészet nem ilyen. Köszönöm szépen. Menjünk is tovább. Nem tudjuk aztán, hogy milyen karriert futott be ebben a háború előtti időszakban, tehát egy osztály elsőként akár ő lehetett volna a sportvilágába ezek szerint, de hát gondolom a fotográfia volt az a dolog, ami elvett ezen emellett az idejét, és a legközelebbi adat, amit tudunk, az háború utáni, ahol általános iskolai testnevelő tanárként Kozák Lajos egyébként, itt már közben 50 évesen. Rákospalotán a 15. kerületben lakott, és a Czabány Sabó téri általános iskolában, ami 59-ben alakult, akkor készültek ezek a fotók, de előtte is már Rákospalotán a Kossuth utcai általános iskolában tanított. Hát ez az időszak, amikor ilyen kis iskola udvarral egy ilyen lakóházi iskolák voltak szétszórva, aztán egyesítették ebből a Czabány Sabó téri általános iskolába, ez egy új építésű iskola volt, és akkor több iskolából a legjobb tanárokat összeszedték, és azok mehettek ebbe az új iskolába, és ott készültek ezek a tablók képek. Igen, és 66-ban innen ment nyugdíjba, ez egy évkönyv, ami egy kicsit megint a kor hangulatát idézi. Hát, testnevelő tanár, az iskolai fiúsportkör vezetője, testnevelési szertár őre, testnevelési szemléltető folyóiratok szakkönyvek illusztrálója. Hát ezt már ott akkor is tudták, illetve itt látszik ez a kis könyvecske, ott van ki a tablók, és az iskola életéről. Tehát az iskolában is fotózott, ezek mind Kozák képek, egyébként osztálykirándulások is. Pedig feltehetően egy 60-70 éves korig, amikor egy ilyen testnevelő óra után, nem tudom pontosan mikor. Tehát az bizonyos, hogy Kozák Lajos a fotózás mellett, vagy a testnevelő tanárság mellett folyamatosan fotózott, ez mégis nem vagy lényegtelen, de az biztos, hogy ez kis hivatásának tekintette. Én találkoztam, elmentem az iskolába, és találkoztam olyan emberekkel, akiket tanított, vagy kollégái voltak, és kérdezősködtem, hogy hát milyen ember volt ez a Kozák. Általában azt mondták, hogy nem nagyon ismerték, mert hogy nem tudom, milyen volt az 50-es évek, és nem nagyon beszélgettek az emberek egymással. Úgyhogy az 50-es évek ezért azt mondták, hogy Kozákék nem nagyon ereszkedtek le, hogy voltak ilyet mondat. Egyébként, aki pedig kisgyerekként tanítványa volt, ő azt mondta, hogy nagyon szigorú, de jó ember volt, és nagyon szerette, és akkor meséltek ilyen történeteket, hogy hogyan szerettette meg a sportot, és így tovább. És hát emellett neki a sportkarriere igazából ez a sporttudományos, illetve fotós dolog volt, amire a későbbiekben már visszatérünk a fotós életművénél. És hát ezt tulajdonképpen párhuzamosan csinálta ezzel a rákospalotai tanítással, ahol, ahogy már említettem, ott is lakott, volt felesége, két lánya, és mondta a lányai orvosok lettek, de nem is sikerült felkutatni őket, ő valószínűleg élnek is, hogy életnek. Beszélek egy kicsit a hagyatékról, hogy ez hogy is nézett ki. Ezt a halál után a család a sportmúzeumnak adta, vagy eladta, nem tudom pontosan, hogy ezt
hogy történt, mindegy lényeg is, hogy oda került, és aztán nem nagyon bolygatták, mert kivettek talán a fontosabb képeket, nem tudom pontosan a Lajos Júgor találta meg ezt. Hát én a gyűjteménnyel most már 20 éve dolgozom, és ez most már jóval több mint 20 éve, amióta én ezt a hagyatékot használtam, de igazából ez a egyéb fotóanyja kiegészítésére szolgált, szóval végképpen találtunk a Bobuda anyagba, illetve az egyéb fiókokban képet akkor jutunk a hozzákhoz, és én őszintén szóval azért sem nagyon akartam folytatni, mert éreztem, hogy ez a minőségében más. Tehát ez nem egy fotóriporter anyag csak, hanem a művészi szóval azért egy ilyen jóval magasabb. És van benne egy csomó ilyen, hogy rendben is volt. Így van, tehát a kiállításnak ez a története tulajdonképpen, hogy a képminőségben Lajos behozott több képet, ami budapesti, illetve legfőleg városképek, illetve ilyen hát abszolút nem sportképek voltak, és mutatom, talán érdekes lehet nekünk, és hát mi is érdekesnek találtuk, elmentem a múzeumban, jobban megnéztem ezt a pász szekrényből az ott hagyatékot, aminek a vintás képek például itt láthatóak, a múzeumban láthatók voltak, illetve nagyon sok negatívból áll, ami ilyen régi 35-ös filmkópiás dobozban van belerakva, kis ki, és abban ilyen nagyon furcsán egymásba tekert sávvel található. Hát ezeket elég tulajdonképpen mindent nem is tudtuk végignézni, ezek össze is zsugorodnak, így összeugranak, tehát nagyon nehéz dolgozni vele, ezeket kihúzni, átnézni. De viszont ezek nagyon jól meg vannak írva, olyan értelemben évszám történet volt. Ellentétben a vintázsok hát olyan szinte semmilyen évszám, vagy nagyon ritkán fordult elő. Mindenesetre először a vintázsokba néztem bele, és ahogy ez hát több száz képet átlapoztam, így nekem is nagyon érdekes volt, és hát már akkor felmerült az ugyan, hogy valami fotótörténeti jelentőség dologról van szó, illetve hogy a 30-as évek magyar stílusához kötődő fotográfusokra emlékeztet, és hogy talán ezek új fotográfusokat nem is ismerünk, és akkor eljöttem a Kincses Károlyon is megmutatni, hogy ő mit szól ehhez, és ettől is biztatott, hogy ennek nézzük jobban utána, és hát ez a kiállítás aztán úgy jött létre, hogy ezt teljesen még mutattuk, válogattuk, és akkor a legjobb képekből, vintázsokból, illetve negatívról, szkennált képekből, illetve vintázsoknak a reprintjéből, tehát egy kis javítással, vagy reprodukálással jött létre. És hát abszolút mondhatjuk, hogy hozzák, hogy valószínűleg a főiskola után már elkezdett amatőr fotósként dolgozni, és az úgynevezett magyar stílus követője volt, mint akkoriban majdnem mindenki egyébként. Érdekes, hogy az életemben nagyon kevés ilyen képet találtam, tehát a vintázsok, illetve a negatívok között is. Ellenben az akkoriban megjelent újságokban elég sok ilyen kép, valami egyértelműen erre, tehát ez a nemzeti újság is. És hát itt láthatjuk, hogy 1938-as számról van szó, de valószínűleg ezek a képek sokkal előbb készültek, tehát 30-31-2-ben készülhettek szerintem. Csak később jelentek meg. Illetve a Nemzeti Újságból 36 előttől is publikált. Ez is tipikus ilyen magyar stílusú. Ez is. Itt egy inkább fotó valamikor és a oldalon egyébként érdekes kérdő. És hát ezek a szántó parasztok voltak az ő. Nem tudom, ideálljai, hogy ez a típusú dolog tetszett neki igazán, illetve ezért képes volna, hogy alibák. Mert hogy mi is az a magyaros stílus, beszéljünk erről egy kicsit. Ez a magyaros stílusnak talán a legikonikusabb képe, amit Vadas Ernő 1900
31-ben a svájci konveráció folyamat által rendezett pályázaton az egész fotóvilág szavazat alapján kapta meg az 1000 aranyfrankot kitevő első díjat, ami akkora összeg volt, amivel most egy lakást lehet növelni körülbelül, tehát úgy kell elképzelni. Illetve ez a kép bejárt aztán a világot, Amerikába is díjakat nyert meg. Megszólalt talán tényleg a legikonikusabb kép ennek a stílusnak, illetve Vadas az egyik legsikeresebb fotós ebben a 30-as évek, utáni 30-as 40-es években, sőt később aztán a háborút is túlél, és az a tisztségeket kap. Aztán itt is egy nemzeti újság, ez pedig Rötzer Henrik képe, szintén ribákat láthatunk, ő Németországban nyert díjat, itt a bal sarkában olvasható is ez a szöveg. Hát rengeteg ilyen libás kép készült, abban az időben ez a magyar stílus egy ilyen főleg amatőr fotósok csoportjaként indult, és ilyen vasárnapi fotós sétákat szerveztek, ahol egymással akár 10-20-an is elmentek, kimentek Szentendrére, vagy Esztergom környékére, vagy hát egy ilyen pár órás vonatúttal, amilyen környező vidéki településekhez el tudtak jutni, és akkor fényképeztek. Sokszor teljesen ugyanaz a kép megtalálható másik fotográfusnál is, illetve a témák is olyan voltak, hogy ha nem is egymással közvetlenül fénykép, tehát egymás mellől fényképeztek, de egymásnak mutogatva a képeket, aztán egymást is utánozták ezek a fotográfusok. Ez a Belgrád rakparti Madonna épület, ami később Budapest fotóklubként is működött még. Ez volt az egyik ilyen legfontosabb találkozóhelye ezeknek a fotográfusoknak. Ennek a stílusnak egyébként az atya között Hegyei Tibor és Kern István a műfaj üttörője, a Balogh Rudolf talán a legismertebb ezek közül. Ez például egy Balogh Rudolf sorozat ebben a nemzeti újságban, egy kicsit monitorban látszik, hogy olvasható a név. És hát Vadas Ernőt egyébként Balogh Rudolf tanítványaként tartják számon, tehát abszolút jól látható majd egy ilyen tanítványi kör is egyébként ebben a 30-as évek fotózásában, de mi is volt, még néhány példát mutatok gyorsan arra, ez egy Kozák kép, ez pedig egy Dunovics felvétel, tehát nagyon hasonló témák, ez is egy Kozák kép, ez pedig egy Dunovics kép, nemzetűségből. Ez pedig egy Kinski Imre kép. Tehát ugyanazokat a témákat, vagy helyeket állandóan felkeresték, csak mindenki a saját stílusa szerint, vagy kis módosítással megcsinálta ezeket a képeket. Ez szintén egy nemzeti újság, 1930-as évből. Hát a 20-as években már elindult ez a magyar stílus, a pittorialista fotográfiával szemben. De láthatjuk, hogy itt a 30-as években olyan magazinok még nem voltak maradva, tehát sokkal később. Tehát ezekben a műhelyekben, meg fiatal fotográfusok, vagy általában 26-27 éves fotósokról beszélünk, akik úttörőnek számítottak ezekben, illetve ugye a 30-as években André Kertész már nincs is Magyarországon, mert ezt a közeget ugye nem tartotta eléggé progresszívnek, mert a 30-20-as évek második felében még mind a pictorialista irányzat ment Magyarországon, holott ugye a 20-as évektől már a Németország vagy Franciaországban is ez elég nagyon divatos dolog volt, majd nem ezt számított progresszívnek. Ennek ellenére itt egy példa még, ami szintén ilyen gyúnyomatnak tűnik, vagy valamilyen eljárásnak. Ez pedig Vadas Ernő készítette az alapítól, ahol szintén 30-ban jelent meg a Nemzeti Magazinban. Egy Apolyi Henrik Gróf felvétel, ugye sok ilyen nemes utazott
aki ilyen fotográfus volt, még a jellemesek engedhették meg maguknak, hogy utazgattak a világba, illetve szintén a 32-ből egy Vadas Erő címlap, ahol AM pont felvétele, és szerintem ez arra mondta, hogy amatőr felvétele. Tehát akkor még Vadas Erő amatőrnek számított ez a, és hát ebben is van egy ilyen magyar stílusú dolog, ugye ez a magyarság tájait, népviseletet, vidéket, magyarság állatait igyekeztek bemutatni. És hát ez aztán később meg beszélek róla, egy ilyen lapossá is vált a magyar fotóművészetben, meg normális témára, illetve rengetegen kezdtünk ezt művelni. Ez például Kankowski Ervin felvétele, akit idéznék is. Ő így jellemezte a magyar stílust. A magyar stílus tulajdonképpen nem más, mint az alföldi magyar nép lelke és jelleme, a magyar lélek képé fagyott virága. A tiszta jellem, rajongó szív és a mindenért lelkesedő lélek vágódásának kifejezése. A fény és árnyék ritmusában. Tárgya leginkább a magyar népéletből való. A képeken napsugár ömlik szét, és a fényhatások csillogása uralkodik. Hát már a szövegből is kiderül, hogy ez egy kicsit ilyen idealista irányzat volt, illetve hát a kor eszméi, tulajdonképpen azt lehet mondani, egy ilyen jobboldali, már hogyha a politikában nézik, egy ilyen jobboldali, konzervatív irányzatnak a szellemisége az, ami uralkodott ebben az időszakban, amit a monarchia miatt gondolom alakult ki ez a egyfajta ilyen nacionalizmus, lehet ilyet mondani, kis túlzással, itt még nem gondoljuk a fasizmusra, vagy a nácizmusra, ez egy ilyen konzervativizmus felem, hogy nagyon talán ezt jobban. Hát inkább a kultúra, vagy ez a magyar identitás erősítésre, tehát abból jövesz ki. Igen, hát erre gondolom, de ez is egyfajta ilyen konzervativizmus. Mert ugye volt egy baloldali irányzat is, tehát a szociófutósok, vagy a Heves Iván Köder, vagy különböző olyan modernisták, akik meg inkább ilyen baloldalinak tartották magukat, de aztán érdekes, hogy ezek kommunikáltak egymással, hogy még sokkal fontosabb volt az, hogy művészek, például a Kassáknak a köre hozta be, főleg a Németországból a új tárgyilagosság stílusával, vagy stílus irányzattal jöttek be az ilyen modernista irányzatok, de erről majd később lesz is szó. Ez pedig szintén egy baloldal felvétel, tehát kb. Így kell elképzelni. Illetve ennek a főleg a Vadas és Dulovics által és a többek által további irányzat, ez a tipikus ellenfényes témabeállítás, ami egyfajta ilyen idilli hangulatot keres folyamatosan és talál. Menjünk tovább Kozák képen, a képes krónika hasábjain találkozunk 1938-ban Szigeti Ender Kozás Budapest körül. Ez egy sorozat volt, ez szinte minden héten megjelent ebben a képes krónikában. Itt nincsenek kiírva, talán ezek is Kozák képek, nem biztos, mert nincs kiírva a lép, de ez így nézett ki. És emellett voltak illusztrálva a budapesti felvételek. Némelyik ugye meg is találtam az életműben, némelyiket nem. Ezek nem túl izgalmas képek, főleg ilyen dokumentalista jellegűek. Ez szintén divat volt abban az időben, gondolom, ahogy ilyen városi fotókat csináltak, dokumentalista célra megörökítették, illetve gondolom volt felvevő piaca az újságok. Van, és ezért amit tudtak ilyen híresebb épületeket, fontosabb épületeket. Hát volt egyfajta turisztikai célja is. Kozáknak nem találtam képeit, de amúgy léteznek ilyen naptárak, illetve kiadványok abban az időből a külföldieknek is, amiben nagyon sok fotós, például szintén a Vadas és Dulovics képek megtalálhatók ezekben a naptárakban. Tehát ez is egy ilyen tudatos
dolog volt, és kicsit gyorsabban vagyok már. Illetve itt van még egy edzésem, ez valószínűleg második. Tehát sok olyan képet találtam újságban, aminek vagy egy másik kockája maradt fenn negatívon, vagy egy másik irányból. Ugye ez is valószínűleg előfordulhatott, hogy leadták a kópiát ennek az újságnak, és több kópiát nem volt, és nem maradt meg, de tulajdonképpen otthon csak esetleg a másik, illetve nagyon sok olyan mintásban látszik, hogy nem szép tónusú, tehát valószínűleg leadta a jó kópiát, és hát az életünkben sajnos csak ez a másodlagos rosszabb változat maradt fent. Illetve hát ez a téma nagyon érdekelte, de ezek tényleg nem a legszebb képei, hanem egyszerűen szerepeltek ilyen kortok is. Illetve itt az egyik kedvenc képen látható, amit így adtak be ebből az újságba. Szerintem a kép egyik nagy erénye, hogy ilyen bátor a kompozíció, és ilyen nagy helyet hagyott ott. A szerkesztő viszont úgy találta, hogy milyen helye az ott a verseny. Tehát lehet, hogy nem érezte még ezt a fajta modernizmust, hanem inkább képhibának találta azt a nagy részt, és gondolta, hogy mi van. Szintén képes krónika, ezek már a 40-es években, 40-től lett ilyen piros kötésű, amivel szintén vannak hozzá képek, amiket nem találtunk meg az életünkben, nagyon sok ilyen balfoni fotó, illetve itt van egy amatőr fénykép pályázat, tehát így néztek ki az amatőr fotók akkor is, tehát azért látszik a különbség, hogy egy sima amatőr fotó és egy profi fotós, illetve hát amatőrnek nevezett művész, vagy most tudom, hogy nevezik ezt igazából, hogyan fényképez. Aztán itt a Nemzeti Újság, itt igazából 36-tól jelennek meg hozzánk képek sokszor. A képes kronikára is, és erre is az a jellemző, hogy a címlapon, illetve hátlapon hoztak ilyen művészi fotókat, vagy így lehet mondani, tehát nagyon izgalmas képeket, és hát itt sokszor szerepel Kozák képek, Vadas Nurovics, Sröcz Henrik képekkel, szintén, vagy Lötzer Henrik képekkel szintén találkozhatunk. Itt egy például egy gyönyörű felvétel, ami nem nincs meg az életművel, amit én nagyon sajnálok, illetve mintha egy másik kockája, mely lenne, hogy a negatívokat átkoztak, de hát közel sem ilyen jó sajnos. És hát számtalan ilyen van, amit nem találtam meg egyáltalán, és csak igazából jelent meg. Illetve találkozhatunk ilyen montázsokkal, ahol ez azért érdekes, mert egy Kinski-le kép is, nem tudom, valaki emlékszik, nagyon hasonlít ez. Itt látható néhány példát a montázsból, amiket megtaláltunk. Itt szerintem ez a jó állás, a fordítva a tárgyból jó. Illetve ez már egy olyan kép megjelent, amit nem láttam. És hát itt nagyon vegyesen, ugye, főleg Budapesti, de már talán érezni ezt az esztétikai különbséget, hogy egyfajta ilyen művészfotókat láthatunk tulajdonképpen, ezek a változatai. Itt is egy olyan hangjáról, amiből találtunk. Ezt elkezdésünk találtunk előtt sajnos. Hát ez a Nemzeti Magazin egyébként, tehát amellett, hogy ilyen verseket is jelentettek meg, illetve az eleje meg a hátlapja ilyen művész fotó volt, azért hát ez egy magazin volt, tehát akkor is a színésznők, színésztárok, ugye a politikus, főleg Kortiról mindig hoztak le képeket a család életéről, kicsit ilyen nem pletyka alapként, de azért egy ilyen társasági alapként elég sok ilyen dolog. Ez egyébként egy
Molnár rossz fotó, tehát ez valami akkori filmnek egy ilyen fontos színészője lehet, és hát egy kicsit ilyen, hát majd lesz még példa sokkal éles kisebb képekre is, tehát valahol így próbáltak valamilyen művészi szintet is hozni ezekben a magazinokban, de azért kiszolgálni valahogy a közízlést is, hogy fordul a példányszám. Igen, valami. Igen, itt is vannak egyezések. Ezt a képet is szemvelni, ez a következő lapszámba, vadas címlapot láthatunk, de majd később mutatok képeket arról. Minden érdekesség. Hát ez ugyanaz a zongora, ott ugyanott van. Hozzákról nem tudjuk pontosan, egy fotó hátulján találtam, a Keleti Károly utcában lakott egy időben, tehát ez onnan való még, de nem tudtuk pontosan dokumentumot szerezni arra, hogy itt a Lákos palotai lakás előtt volna, hogy de a szülővárosi lakása lehetett, és nem tudom ki az a hölgy, testvére, vagy felesége, vagy akárki, de hogy ezek sajnos ez a kép sincs meg mintásban, és sem. És hát itt ezek 36, 7, 8 egészen 40-ig találtam ilyen publikációkat, ami egyrészt szerintem nem biztos, hogy pontosan abban az évben készültek. Tehát el tudom képzelni, hogy egyszerűen egy stócszal bevittek évelején, vagy valamikor a képszerkesztőnek, és akkor ez folyamatosan válogatott az újság címlapjára, hátlapjára, nyilván télen téli képekre volt szükség, nyári képekre, tehát ez fajta illusztratív jelleggel ment, és hát nem biztos, hogy abban az évben készült valami az évszám. Látható. Ez a nagyon szép kép, szerencsére megvan az üveg negatívja. Itt egy érdekesség, ennek a vintázsán körülbelül ilyen, szerintem még 21-esek vannak, ami ugye lehetetlen, hogyha van egy szépben. Hát ez egy ilyen montázsban, szintén valami megrendelésre ezt így felújította ezt a képet, és akkor ugye a 50-es, 60-as, 60-as években ez a 21-es dolog, de nem utázsoltam. Pedig hát ez valószínűleg a 35-re készültem, és akkor jön. Hát itt megint egy nagyon szép kép, amit nem találtunk. És meg szerencsére ezek nagy méretű újságok, tehát 35 cm magasak, tehát ez visszaszkennelve, lekicsinyítve egészen. És hát a mély nyomás miatt nem is már az teres, tehát azért valamennyire nem fog követni azok a képek. Ez is megvan itt eredetiben. Itt egy érdekesség, hogy a szinte egy másik kockáját megtaláltuk. Amikor még látjuk, amik tüzet ad, hogy elmondítanak az végénység. Illetve hát úgy csinált ilyen fotóriportokat is, tehát akkor azért még összemosodott ez a vándor fotóművész, aki jár vidékre, vagy a várost járja, illetve a fotóriport, tehát még ezek annyira nem alakultak ki, bár mint a, már említett Balog Rudolf, ugye ő a minden fotóriporterek atya nevet talán ilyet is kapott, ugye ez nem véletlen, mert hát ő nevezhető az első. Mennyi Escher Károly akkor már dolgozott, tehát voltak már igazán a fotóriporterek, de főleg aki a munkája mellett, tehát sokan volt, aki hivatalanként, a kis hivatalanként kereste a kenyerét, és hát sokszor a háza, a munka után, a lakás és az iroda között a kiskiről abszolút lehet tudni, vagy a negatívok alapján abszolút feltérképezhető, hogy az anyósa, az irodája és a anyósa irodája és a lakása közt készült az összes felvétel. Illetve a szobaablakon az egyik a jobb oldali szoba, a másik a ház bal oldaláról készült, mert hát el volt ideje. Illetve nagyon sok készült meg a munkahelyi irodai ablakból.
Kozák ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon sokat mozgott, tehát az is feltehető, hogy ez a testnevelési pálya így a 30-as évek végére egy kicsit félprof, vagy profi fotóssá is válhatott, tehát bár nem lehet tudni, honnan volt ennyi ideje, vagy nem vállaltam a munkát testnevelőként, de lehet, hogy ugyanígy egy általános iskolába feljutott aztán, vagy csak egy héten két órája volt, én nem tudom, hogy mehetett ez, de én úgy láttam, hogy azért nagyon sok ideje volt a filmképezni. Elképzelhető, hogy ez a kis-hossz kivatalmokság, ez azért a legsegyedre járással, ezzel a kényszerrel vív, tehát hivatalról valószínűleg minisztérium fizette a bőrükkeit, és ha már ott van, akkor fotóz. Biztos, hogy jól szervezte az életét, hogy ezt a fotós karrierjét is tudta nyelvette vinni. Itt egy újabb. Jött ez a Tiszán készül. Itt azt írja, szóval ez is egy ilyen kutatós téma. Ez a kép is megvan. És így gyorsan mutatom, hogy ennek nagyon sok van benne. Mindenesetre ezek az újságok azt bizonyítják, hogy hozzák egy ismeret, hogy mennyire fotográfus volt annak az időben, és nagyon sok képet publikál, és valószínűleg azért is sok pénzt is keresett, tehát ez egy mellékállása is lehet. Tehát vagy mindenképpen a nyersanyag igényét a fotó amatőrségének tudta pótolni a megjelenésekből egy idő után, tehát nekünk kellett erre. Ez nem egy hozzák felvétel, csak érdekességnek tettem ki, mert gondolom az olimpiákon már akkor is sok más fotós fotózott, vagy annak küldték a képet. Hát nem tudom, hogy járhatott el. 36-ban már valószínűleg mondta ki magyar fotósok, mert bájtottak én. Szóval megfejebb az éppen kiutazó sportvezető, az még kapintott néhányat, mert volt valami ilyen amatőr képe. De nem így lesz, nem így lesz. Tehát ez valószínűleg 36-os a német ügynökség képe lehet, azt nem tény át. Tehát azt hiszem, hogy magyar fotósok is. Itt egy másik egyezés, illetve nem pont ugyanaz a kocka van, mert ez is üvegnek akkora készült. Egyébként 36-ban már nem annyira az üvegnegatív volt a divatos nyersanyag, tehát ez 38-as évek, 28-31-2-ben. Ugye például láttam a Kingskit, mert negatívokat, ami szintén ilyen 6-9-es üveg negatív, és azoknak nagy része 28-32 között készült, sokszor ugyanazon a nyersanyagon, tehát ezen az alfa anyagokban. Úgyhogy attól függetlenül, hogy 36-38-ban jelentek meg, azt gondolom, hogy sok esetben 32-34-re készülhettek. Én csak egy érdekesség, hogy fotókertészet, nem valószínű, hogy André kertész felvételéről van szó, de nem tudom más kertésztől a fotósról. Mindenesetre egy ilyen tipikus ellenfényes Bonaparte kép, ami ugye rá egy jellemzős, illetve még egy újság, amit még lehetne tovább kutatni, nekem sajnos nem volt ide, hogy én nézzem, de ez Új Idők, ami szintén egy ilyen magyaros lap volt, tehát nagyon sok ilyen témával foglalkozott, és az összes ilyen magyaros stílusú fotósnak itt jelent meg képek, az Árkát is itt például egy címlapja, ezt még egy Szörösi Kálmán, akit talán ismertek, hogy hallották a nevét, aki szintén ilyen magyaros stílusú fotós volt, és valószínűleg ehhez a körhöz tartozott. Van egy másik újság, ez a Fotószemle, ami egy ilyen fotóművészeti magazinként lehet apostrofálni. Itt is 38-as számokban ilyen, hogy ezt láttuk is talán egy címlapon, ezt a képet, amit szintén az gondolom sokkal készülhetett, vagy hát ebben az újságban is látszik, hogy akkornak milyen divatja volt, tehát meddig mehettek el így a fotósok, vagy miket publikáltak, nem feltétlenül a legmodernebb és ma legértékesebbnek számító képeket láthatjuk az akkor megjelent, vagy akkor publikált fotósok.
dobbóvészeti újságok van, és hát ott Bulavics jelölt hozzárt két jobban látszik, hogy hozzák, aztán 38-as fotószemlák. Itt alul azt írja, hogy a Magyar Fényképezés Hungarian Photography 39 cím alatt a közeli hetekben megjelenő évkönyvből mutatjuk a fenti felvétel. A modern művészi évkönyv a magyar művész fényképezők színe javának egész oldalas képeit fogja közölni. Most nem találjuk meg ezt a 39-es könyvet, de a Károlynak van ilyesmi, és abban nem volt közel kép, ez lett egy másik kiadás. Minden esetre ebből láthatunk egy válogatást, ahol több kozák Szőlősi Kálmán járványokból, megint kozák Kulovics képek vannak, általában mindig ezzel találkozni, megint az említett ötszer emlékkel, aki ebben a körben tartozott, és kozák ezek mellett publikált folyamatosan, úgy látszik ilyen, hogy itt már a nemzetiségben a címlapján aztán ezt a képet. A 39-ben ilyen díjakat is nyert, általában ezeket lehozták, ilyen ilyes anyaggyártók támogatták, hogy ez mi fog, vagy is ide kérdődésünk, de nagyon fontos volt, hogy technikával készült. Itt fennek egy Kulovics képnek, egy Vadas Ernő képet láthatunk, szintén ebben a számban. Itt egy ilyen montázs, több kozák felvétel. Itt érdekes, hogy mi vágva jelent meg ez a kép. Illetve ez a kép is ott volt a montázsban, 40-ben pedig egy ilyen képet láthatóak. Hát nem a legnehezebb kozák képek azt gondolom, amit megjelentek az akkori fotószemlében, de a Vadastól és Gulovicstól sem a legnehezebb képek, mint láthatták, illetve a Szőlősitől sem. Úgyhogy volt egy ilyen. És hát itt gyorsan bemutat még pár képet azokból az újságokból, az ugye is Gulovics jelenlő képeit a képes krónikából, illetve ebből a magazinból, amit a kozák mellett, szóval egyik oldalon Gulovics Vadas kozák, tehát itt aztán voltak a címlapok, illetve hátlapok, illetve hogy az ő stílusa mennyiben hasonló, illetve különböző egy kicsit, hogy abszolút látszik, hogy ugyanaz a, vagy hasonló stílusban dolgoztak, hát persze ez nem csak művészet, ez nem művészeti újság volt, tehát ide sokkal gyengébb, vagy ilyen egyszerű képeket, vagy populárisabb képeket is megadtak, ide adtak. Tehát egyébként a képes krónikával és a nemzeti újságban is megjelent ugyanaz a felvétel Gulovicstól, és hát mint látták ugyanazok a témák, meg fénykezelés, ugye a rappart, ez talán az egyik kedvenc témája volt a képviselőknek. Itt egy kis riport, itt alaszol. Gulovics is csinált ilyen kitorlásképeket, szinte hasonlókat. Ez ellenszínes rap alatt. Ezek pedig Gulovicsnak az ilyen nagyobb stílusok. Elvételeim. Hát ez egészen egy divatfotó szerintem is tudjuk, hogy tízás. Illetve egy egész festményszerű, de ez az egy magyaros. És hát a divák ugyan egy ikonikus. Még egy egyezés, itt átterünk a Vadas képeket, egyes egy Vadas címnek, ugye ez nagyon hasonló kompozíciónak a téma. Ez is egy tipikus téma volt, ez a kapit, amikor bejön a Filimhez szó elmény.
Ez is egy valós kép, tehát néha valami kicsit ilyen édes és valós képet is megjelentünk. De ez is egy valós kép, ami egészen ugye modern kompozíció, és abszolút nincs ilyen mindenféle. Aztán nagyon sok Rötzer Henrik képpel találkozhatunk, aki szintén egy kicsit ilyen elfáradt fotográfus, vagy ilyen külön képei voltak, akkor mutattam. Ugye ez az esős Budapest régen ilyen tipikus kép, aztán az egyik legszebb, mert nem tudom, hogy kedvencem. Szerintem neked ez a kölyök is. És aztán gyorsan nézzük Kozák képeit, vagy Kozák stílusát, amit megtaláltunk. Ugye ezek korábbi képek lehetnek, ugye a Kordivatja volt még ilyen előtétlenséget használni, lágyító előtét, ez ugye a Dutó, például Dudovicsnak volt egy ilyen híres előtétlenség, ez egy lágy objektív mellett, előtétlenség, pontosan nem tudjuk a fajtáját, de a fény csillanásával látjuk, hogy a jelenfényt használt is, akkor itt is ez valami lágyító előtétnek köszönhető. Ez is egyébként egészen lágy kép. Illetve ilyen hangulatok. Mindeset, ami megmaradt életben, akkor nagyon látszik, hogy nagyon fontos ilyen emberközpontú városképeket tartott Kozákhoz, azért az ő stílusának, de ezt nem is mondhatom én is, mert mindig valamilyen figura, és ezeket nagyon pontosan komponált, és nagyon kivárta azt a pillanatot, hogy ezek a figurák nagyon jól legyenek ott. Ezt talán kicsit beállított. Ezt elmegyek az esős képek, esős Budapest. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Kozák képei a Kordivattyának egy ilyen summázatát adják. Tehát minden fotója megtalálható másnál, ami tematikailag ugyanaz a téma, ugyanaz a hangulat, csak más kompozícióban, vagy hát egy kicsit más stílusban. És hát itt már látszanak a modernizmus nyomai. Hogy mindjárt festmény hasonlók. Nem változott. És hát Kozák itt szerette, hogy bevállalta az akciókat is, tehát hogy nem volt annyira merve, hogy láttak minket, ott egy kis mozgást. Ez itt például egy kis filmes tekercs, ez itt lent látható egyébként kiállítva. Ami az érdekessége, hogy itt nagyjából a munkahogyszer látszik, hogy rakta a kamerát, és hogy én várta az akciót, hogy belejön a figura, vagy valaki a képbe. Egyébként ez négyzet alapú képek, tehát olyan kis filmes kamerát használtam, de nem 35 mm-es film. Tehát a Leica filmes szalag volt, de ilyen négyzet alapú képeket készítettek. Ilyen sportfotónál, ez több kockát elvényezett azért, hasznos volt, de utcán is fotózott vele. Ez például még a 6x9-es üveg negatív, de ugye ezt is már látjuk, hogy sokkal sokkal. Hát örök kijelenfény, tehát ez egy ilyen standard dolog volt. Minden akár elészekben is. És hát mindig ez a ellenfénytől ez a tudjúgyi atmoszféra lengelt általában a képeket. De valahogy hozzáfoztam, legyen egy kicsit melankolikusabb, tehát abszolút nem olyan gicsesek a fotói, amit sokszor ezek a ellenfényes magyaros stílus, mert városi képekben is megfigyelhető, hanem ez az alakott egész szúcsébnek egy sarokba, tehát van egy ilyen, de ez is egy kicsit talán érzetett, hogy nem annyira a vidám, nyilván a háború előszerelt, meg az a hangulat, az a politikai, vagy a társadalom közeg is, amivel él, nyilván határozta ezt a dolgot, de van benne valami optimizmus is, azt gondolom, meg valami gazdaság mellett. És hát az említett magyar stílusból
aztán erősen látszik a modernizmus hatása, illetve a Németországból új tárgyilagosságnak nevezett műfaj, ami akkoriban azt jelentette, hogy eltértek a szokványos fotós témáktól, hogy teljesen egyszerű dolog és művészeti téma lehetett, illetve hát ezek a tipikus diagonális kompozíciók, ez a felső gépállás, a polifelület, a hosszú elnyújtott tárnyékot, ezek mind ilyen modernista dolgok, illetve hát már valami Dolf is csinált ilyen éjszakai alapos képeket, de talán Brassai képei még ezt kibonyíthatnak ezekről, illetve ezt ezzel az alapokkal, aminek ez a vintage kópiája, ez pedig az ideg negatívból megmaradt másik kocka. Ebben egyébként van valami misztikus is szerintem, vagy itt ez valami tól, de amit láttuk, ugye Vadas Erdőben a 30-as években fotózott egy alapokos képet. Aztán, ahogy említettem, Kozáknak voltak ilyen fotóriporteri megbízása is, vagy Rosszában is dolgozott, talán a háború alatt is. Ez a Szősök napja, ez egy ilyen rendezvény, tehát ez nem egy ilyen deportálás, hogy valaki félreérteni. Illetve itt látható egy Levente, ez Szolnokon készült felvétel, akkor a Filippos Leventőt küldött ki. Egyébként ott a lánya látható, hogy a lánya a fia özvegye, látható fekete ruhában, és mögötte lévő ember pedig Antal József, tehát idősebb Antal József látható, illetve hát több úgy emberből ismerjük, hogy esetleg... Hát a fia, a kisebb... A kisebb fia jövő középen. És jobbra van a lotta. Nem, balra. Lotta, szerintem. Lotta, balra. Ez egy kicsit háború alatt ilyen mulatság, és hát ez a kép, amikor ez a véges bombázás, tomáltakarítása, ahol csak ez a idillikus fény maradt meg aztán a városból, és mindent beromboltak, vagy sok mindent, és hát azt kell mondani, hogy itt lassan aztán meg is szakadt, nem csak Kozák életünkben, hanem az egész magyar fotográfiában ennek a dolognak a hagyománya, és aztán nagyon nehezen talál magára. De még gyorsan pár kortárs, hát Szörvösi Kálmán, csak hogy lássák, hogy milyen képeket csináltak, ez egy Dorosi, a Magyar 32-ből, Csörgő Tibor, ez egy Rejt Péter nevű fotográfus, aki nagyon ismert, nagyon jó képeket csinált ő is. És hát a Kinski Imre, akit már említettem, aki talán az egyik ilyen, egyrészt most már egészen talán azt lehet mondani, hogy világhírre is szertett az utóbbi években, illetve hát ő egy ilyen nagyon fontos modern fotográfus, aki 30-31-ben képeket csinál, de még itt is nyoma van ennek az ellenfényes, meg idiotikus hangulat, hogy csak kompozícióban egészen nehéz. Ugye ezt már láttunk. Tehát a magazinokkal ellentétben 31-2-ben már nagyon erős törekvés volt arra, hogy megújítsák a fotóművészetet. 1931-es fotóművészeti hírekben Kinski cikket találhatunk, ahol a romantikus népélet és viseleti hagyományok megörökítésén túl a hétköznapi világ apró részleteinek megismerésére buzdít Kinski. Tehát akkor már elindul a magyar stílussal szembe menés tulajdonképpen, és meg is alapítják a modern magyar fényképezők csoportját, aminek Kinski is egyik alapító tagja. És Vadas Ernő is egyébként, de Kozák neve nem található a listában, tehát ő nem volt tagja. Viszont így határozták meg magukat, ezt hadd olvassam fel. A modern magyar fényképező csoportja
Nem egyesület, csupán az a keret, amely minden formalitás kizárásával tagjai eszmecserejét és művelését óhajtja szolgálni. Nem esküszünk semmiféle irányzatra, mert meggyőződésünk, hogy minden fényképezőnek saját magának kell a saját felfogása és szemlete alapján a stílusát kialakítani. Nem kész sablonok utánzására, hanem önálló szemületre és látásra akar nevelni. A modern szó nem azt jelenti, hogy a mindenkori divatos áramlatokkal akar úszni, hanem azt, hogy mai akar lenni, meg akarja látni és ismerni ezt a világot, amelyben élünk. És ezt közleményként ki is adták. Hát nem is volt hosszú életű ez a társaság, mert ilyen az a keretként működött, de a kor hangulatát szerintem nagyon jól bemutatja ez a kis közlemény. Már csak azért is, mert egy nagyon sajátságos légköre alakult ki itt a modernizmusnak, ami ugye folyamatosan a magyar stílussal szemben állítják ezt a új tárgyalagosság stílusát, de azt gondolom, hát ezt bővebben ki lehetne fejteni, most nincs itt alkalom, de Magyarországon egy ilyen nagyon különleges mintát láthatják a képekről is, hogy nem olyan, mint a német vagy amerikai fotográfia, de nem is olyan, a francia fotográfia abban az időben. Van egy egészen sajátságos stílus, ettől az ellenfényes fénykezeléstől, meg abból a hagyományból, amit a magyaros stílusból hozott, de nagyon erősen az összes európai vagy világtrend hatással volt rá, és elég frissen alkalmazták is a fotósok. És hát nagyon sok ilyen fotós lehetett, tehát lehet, hogy nem csak azokról beszélünk, akiket ma ismerünk, hanem beszélhetnénk, hanem nagyon sokról még, akiknek elvesztek a háború alatt a munkáit. Mindenesetre Kinski család igyekezett átmenekíteni, amit által Kinski, mert egy becsavarolva a háború előtt biztos megmentésre szállt. És hát ő is veszett a háborúba, egy jelenetet a menetben meghalt, mert a zsidó származású volt, és elvitték munkaszolgálatosnak. Figyelj, egyébként Vadas Ernő is zsidó származású volt, őt is elvitték, de túlélte a lágert, kivételesen, és aki ilyen fotós volt, sajnos. Na ez a szobalnak ugye az utcára nyílé. Itt is ezek a hosszú árnyékok diagonál. Ez egy Moholy Nagy László felvétel például, és ez az iránynál. Aztán kicsit André Kertész is nézünk vele, mert szerintem azok a gyökerek, tehát nagyon látszanak azok a gyökerek az ő képe, amit innen itt magával, és hát ezt még itt készítette ugye a 20-as években, de itt 31-es, most csak néhány kép, nagyon sokat persze össze lehetne szedni, ez megint egy másik előadás témáját talán, hogy aztán Kertész Brassai életművében ezek a magyar fotók, vagy fordítva, de abszolút láthatjuk, hogy ez ugye Kertész akkor Franciaországban egy nagyon progresszív fotósnak számított, sőt, talán őt elsőnek tartják így ebben a stílusban, a vizes városban is. És itt is egy kertészkép. Tehát Kertész nagyon progresszív volt, és 30-as években ilyet csinált, és hát a készkében Magyarországon csak sajnos, hogy nem tudták tovább folytatni. Ez pedig a Grassai, aki ugye később szintén Kertész hatására kezdett Párizsba fotózni, de nála is láthatjuk ezeket a sok esetben ezeket a figurákat, hangulatokat, fénykezelést, vagy ugyanazt a témát sok esetben hangulat téma 33-ban. Aztán egy kis, itt egy érdekesség, ez egy ugye Budapest a magyar képfőváros képekben című könyv, amit 56-ban adtak ki, és Rejzon Év ismerős ők, egy szintén ismert magyar fotográfus szerkesztett, aki is sokat élt külföldön, Franciaországban,
és talán a nyelvtudásra miatt néztek rá ilyen turista kiadvány szerkesztésén. Hát ezek a fotósok szerepelnek benne, itt nagyon sok, igen, szintén Vadaserdő, Kozák, Jára Indorf, sőt Robert Kapa képpel kezdődik egyébként az album, amit most nem fotóztam be. Sajnos Kozáknak nem túl izgalmas képei, tehát ez tényleg egy turista kiadvány volt, egyszerűen sok esetben nem esztétizáló. Ez pedig egy Rév Miklós kép, nem gondolnátok, de hogy ugye a Járai Rudolf is egy fiatalabb generáció volt, tehát Balassnak a tanítvány, és őt egy interjúvel állott, hogy a libákat ő hajtotta. Miközben nézte a nagymester. És hát később is egy nagyon híres fotográfus lett, illetve az MTS került Balassal együtt, és akkor ott együtt is dolgoztak. És hát Rév Miklós is ugye még a háború előtt, tudom, asztalos mester, illetve is egy amatőr fotósként, talán ez egy háború előtti kép, de hát látszik, hogy az iskola, meg Magyarországon ez volt akkor nagyon a menő, ez is egy révkép egyébként, aztán az teljesen más dolgokat csinálta a kommunizmusban, ez egy Vadaserdő felvétel, és aztán nagyon érdekes, hogy ez egy kézfilmre felvétel, aki akkor már nem ért, tehát arra következtettek, hogy ezt valamilyen archívumból rakták össze. Ezek inkább háború előtti képek, nem az 50-es évekből készültek, hanem egy ilyen albumból rakta össze Reisman, és aztán nem tudom, hogy ez honnan került elő. Aztán ez a kép már az 50-es évek, ott látható a Kossuth híd. Talán ezt lehet mondani Kozák utolsó ilyen lirikus képének, mert hogy a háború után, az 50-es évek után, hogy a proletár diktatúra, tehát ezt így keresünk, hogy elkezdődött, akkor már nem... Ezt 19-re mondják, később, hogy ez nem sokás. De mikor kezdtünk, hogy tehát a kommunizmust, hogy tudjuk szeretni? A koalíciós időt után, tehát 1-8-tól számolhatjuk azt, hogy elindul a Rákosi. Rákosi rendszer, és ugye akkor épül a Kossuth híd fel, amit 1960-ban voltak, lehet jól emlékszem. Úgyhogy ez valamikor az 50 környékén készülhet ez a felvétel. Kossuth híd hamarabb elkészül, azt hiszem 46-ban már áll, 46 és 46-ban már áll. Pedig inkább 50-es közel gondolom, 60-as években, de ez az utolsó ilyen lépés felvételek hozzákat, és utána csak sportfotókat készültek. Tehát egyszerűen nincs nyoma sem ennek a fajta a két világnak. Nem. Azért van két, illetve van több ütőnyi megrendelésnek dolgozott a munkaerőtartalékok hivatalának, tehát az MTH-nak, iskolai eseményeket kapunk, illetve valószínűleg valamilyen kisiparos újságnak rengeteg kisüzlet van, ipari műhely, ahol valami tevékenység, tehát kisipari tevékenység van, de egy nagyon rövid időszakban dolgozott az életépítési dolgoknak. Tehát van néhány művész. Illetve a kortárs, tehát ilyen művészportvék, reprodukció, de művész értelemben nem számottevő már ez a... Tehát ezek abszolút ilyen alkalmazott fotográfiák. Viszont azt gondolom, hogy a sportfotográfiában nagyon beszélhetünk ilyen művészi törekvésről, vagy hogy beszállt egy anyagról egyébként. Még a 60-as években szintén Reisman János, mikor nekünk a Kétes Magyarországhoz, akkor találkozunk Kozák képekkel, de szerintem ezek is még a háború előtt készültek. Illetve nem túl jelentősek, tehát illetve érdekes, ez egy Reisman riport a Citadella megnyitásáról, ahol Kozák is ott volt. Tehát, hogy itt éppen beszélgettek, hogy ez a felső képünk még az elején, ez egy kicsit talán később. Illetve beszélgettünk Lajos Ferre, de nagyon volt újság, ugye az ötvenes évekből az ámbulatot jelentünk, tehát, hogy akkor egyrészt nagyon szabályozott volt, hogy ki fotózhatott, másrészt nem is volt sok lap.
Igen, a béke és szabadság az egyik ilyen fontos kérdés. Igen, az is alkalmatlan volt, ő valójában fotóközlésre, hiszen olyan minőségűek voltak, hogy nem volt élvezhető. Igazából sportlap, tehát képes sportlap, az 53 nincs. Itt a béke és szabadság, ami úgy tudom, hogy nem tudod sem, amikor alakul, de már az 50-es évek elején, hogy 50 Balázs 58 pontja, vagy 56-ban a 7. évfolyamon. 49-től van. Például a főszerkesztő volt például a Pró Antal. Tehát, hogy nem tudom, hogy én is tudok ezt a nevet, de hogy tehát abból következtettem arra, hogy azért nem fényképezhetett a párt, hogy egy ilyen eléggé politikai lap volt, és nagyon pontosan egy irányítás alatt szerkesztették, viszont 1956-tól nagyon sokféle sportfotót közöltek általában a hátlapon, ahol Kozák képek szerepelnek, illetve Golyás Sándor és Hemző Károly képeket találunk. És itt kezd publikálni Kozák újra. 56-ban. Illetve a sport és tudomány 57-es az első száma. Tehát Rösta megkérem, hogy szóval beszél erről, hogy milyen, hogy indultak ezek a fokkai, mi is volt ez a sport és tudomány. A testvérség sporttudományos társaságnak volt alapja, tehát alapvetően módszertani tudományos lapnak indult, illetve az is volt. És ennek az illusztrátora elsősorban ő szól. Bolyár és Hemző, ugye Hemző az a képesportnál volt állásban, Bolyár Önti is volt, tehát őnek itt volt valós fotós egzisztenciájuk, akkor a munka mellett csinálta, illetve hát beszéljük a könyvéről, hiszen nyilvánvaló, hogy ő volt az, aki a sportfotózás módszertanát szinte tudományos igényességű tanítását is fölvállalta, hiszen egy nagyon komoly a sportfotózás alapművének számító könyvet adtak ki az 50-es években. A túlnyomó részt az ő fotóival és azt nagy részt ő maga is. Még most csak pár sportos tudomány. A Vasas Leál, milyen csak sportfotók voltak ebben. Nemesüli Mihálytól cikkén az illusztráció. Hát ez a korai biomechanika labor, ahol valószínűleg a köteiben maga Nemesüli Mihály valaki magát ezt a tudományos eredmény módszert bevezette, vagy elkezdte Magyarországon. Tehát a test, illetve az erő mozgását próbálják különböző vektoriális módon elemezni, ezt jó részt fotó, akkor még fotóval tették, manapság ez már videotechnikával, vagy számítós technikával. Tehát itt ez az a könyv, ami alapvetően az ő könyve. Tehát a két társszerző valószínűleg nem sokat tett hozzá, ezt jó részt ő maga írta és ő illusztrálta. Hát, hogy én azt feltételezem, hogy Dr. Szeles írta le, tehát egy ilyen, belül az olvasható, hogy ilyen munkacsoport, vagy munkak. Igen, de Szeles, mint lektor szerepel benne, tehát valószínűleg inkább a Kozák írta. Illusztrálni, de szóval a Vadas Erdő, a lektor, vagy ilyen volt is, hogy megkeresítünk. Illetve itt van ez a könyv, tehát valakit jobban érdekel majd, akkor meg tudja nézni. És hát ugye itt keletkezünk beszélni Kozáknak a fázis fotóiról, ami a sporttudományos szempontból is az egyik legfontosabb ilyen. Hát valószínűleg egyébként Kozák az első fotós, és hát ilyen szintű fotós nem is volt más tudomásom szerint, aki tanulta, tehát értett is hozzá, mint végzett testnevelő, tudta a sportmozgások sorát, sorrendjét, lényegét, azt tudja meg a mozgásnak, mik a fázisai, tehát mi az, amit meg kell előre.
Hát illetve ebben a könyvben én elolvastam és sokszor írnak arra, hogy mennyire fontos, hogy vagy a fotóság, ez a sport iránt annyira érdeklődni, hogy megtanulja ezeket az irányokat, vagy fordítva, ugye egy sportolóból lehet fotográfus, ha megtanulja a fotóketikáját, illetve esztétikáját. Ebben egyébként nem csak jó, hanem rossz képek is vannak, mert ugye példaként állítják, hogy honnan nem tudom fotózni, vagy nem látszik. Illetve vannak műtervi felvételek is, hogy ennek meg egy másik műfaj. Itt érdemes majd beleolvasni, hogy különböző német szakirodalom is hatott rájuk, tehát ezeket elolvasták, és figyelmet is érték. Illetve itt van egy csomó sportfotós valószínűleg a Nagy Stadionban, ugye? És hát én annyit szeretnék mondani erről, amit így utána jártam és olvastam, mert ebben a könyvben nagyon sok dolog megtalálható erre a fázis fotózásra. Ugye egyrészt sporttudományos szempontból többször említik, hogy egyrészt ugye az edzők ezt visszanézték és látták a sportolók hibáit. Tehát a mozgás fázisokban, ahol gyengébb vagy bocsatfotós, illetve kiderülnek különböző trükkök, főleg magasugróknál, mikor lendíti a lábát, és hogy milyen technikát alkalmaz, hogy hogy lendül át, illetve... Igen, de alapvetően ezek a sorozatok különböző tudományos módszertani könyvek illusztrációjaként készültek, tehát hogyan tanulja meg a dobó azt a bizonyos dobásformát. Az az érdekessége, hogy itt azért nagyon gyakran a legismertebb élsportolók szerepelnek ezeken a sorozatokon, tehát itt például Gyarmati Olga, itt Papp Laci a másikon, az alacsonyabbik figura. Tehát ezt Kocsis, tehát aranycsapat csatára, tehát nem derogált nekik, hogy odaálljanak, és ez valószínűleg a Klitsch Európa-bajnok diszkoszvető. Tehát ő együtt élt ezekkel az emberekkel, volt, aki azt mondta, igen, persze, emlékszem, oda kopasz, aki mindig ott minden versenyen kint volt. De ezek nem versenyfotók, tehát ezeket valószínűleg talán az edzőtáborban vagy a klubedzéseken csinálta. Kvázi beállított fotók, tehát valószínűleg többször... Versenyek, felsőgép, választó is lehetett valamit. Így van. Úgy csinálták, hogy fel lehessen mászni valahova. Illetve volt egy speciális kamerája közáknak, mert az akkor elérhető fényképezőgépet nem tudtak ilyen sok kockát exponálni. 4-5 kockát tudott exponálni egy ilyen motor, vagy egy ilyen felhúzókaros, gyors exponáló gép. Illetve volt egy Robot Royale nevű ilyen kamera, amit direkt elfejlesztettek ki, de az csak 8 kockát tudott másodpercenként exponálni, amiért szintén ebben a könyvben olvashatunk egy cikket, hogy ugye ha az ember ilyen elkezd dolgozni, és valahol elindítja ezt a fázist, a 8-ba sokszor kimaradnak képek, mint a célba éréspont az előtt és utána fényképeződik le. Ezért Kozák átalakított egy Kinamo Zeiss nevű filmes kamerát, ahol a szektorban ott meg meggyorsította, ahol hozni a képek, hát egészen 5%-ig el tudták minézni az exponenciós időt, és 16 kockára rövidítették le a 24 helyet. Mert ugye 16 kockában az mondjuk egy 100 méteres sífutásnál olyan fél métert kiszámolták, hogy kb. Fél méterenként a leggyorsabb futók is lehet fényképezni, és az a célbeérésnél az már bőven elegendő. Tehát Kozáknak teljesen saját gépe volt, talán akár egyedülálló, mint lehet, hogy Európában is ezt átalakította, vagy lehet, hogy valahol olvasta, hogy ezt így csinálják az igazán jó fázisfotósok, és ezzel fényképezett, és hát ennek jártak csodájára, mert ugye ez egy kis hordozható kamera volt egyébként, és hát nyilván egy panoráma fejjel, hogy követte is sokszor a mozgást, ez kívül is volt eseményekre is tűnik. És hát ezzel az 1/16-tal tulajdonképpen majdnem minden fontos pillanat, meg volt egy fázisnak, és hát egyébként a könyvben azt hiszem, hogy nagyon büszkék erre a panorára.
És hát nagyon sok ilyen készült, és ezeket ő maga nagyította és tartta egymás mellé, a beszámolva, akár a hátulján össze illesztve. Ezek vintásként megmaradtak, tehát ezek összefoglalkozhatok, ezt valószínűleg ő maga csinálta. Ezek pedig a tanítványai, tehát összeáll a kép, tehát az iskola udvaron, valószínűleg a testvérési óra keretében is fotózott. De ez inkább hátul el, hogy hát ezt én... Hogy ez biztos, hogy nem De ez teljesen ilyen Riefenstein stílus, akkor szépen biztos. Igen, de mondjuk a katonás jellegű testvére is azért a háború után is így volt, tehát az 50-es évek, hát 56-ig mindenképpen, tehát akár középiskolában, akár a felsőoktatásban is kötelező. Ezekről nem tudnál csak beszélni, ez a kifúrót. Hát itt a testvérsi főiskola későbbi rektora számos olimpiai bajnokdobónak a tanítója, mestere, Koltai Jenő látszik. Nagy Zsigmond, Európa bajnok súlylövőjével, aki most két éve halt meg. Ez a testvérsi főiskola régi atlétikai pályáján készült, az alkotások látszik a túloldalon, jelenleg ott az épületek, tehát az új épületek állnak, tehát itt rekonstruálva a régi TF-tekbette. A következő kép Adler Zsigmond és ilyen legfélesebb tanítványa Pap László. Nála is kisebb. Hát nála is kisebb, de ő is a különböző volt. Inkább valószínűleg úszás oktatás, nem tanítás, ez a visszakocskó személyedzés. Nagyon bíjas a mester. Ezért talán még egy annyi kertészként emlékeztet. Valószínűleg beállított, hogy tovább valószínűleg egyszerre jelzéssel egy irányból kifölött bezárt. Itt, hát ez inkább lehet valami a propaganda fotó, ebben az időszakban nagyon sok rekordot dobtak, futottak a magyarok. Garai Sándor, aki vér lent, egy futó volt, de egy időben a szövetség elnöke is, és hát ahogy nézem, inkább futók vannak ott, nem tudom, hol a tréták, de itt valami rekordot próbálnak imitálni. Ez a Szabadság téren valami nagy úttörő rendezvényről készült, ez a három darabos fotó sorozat. Itt a roller, illetve egy másikon kerékpár van, de ez valószínűleg nem sportesemény, hanem közlekedés sínbetét pedig lehet. A háttérben tévékamera, de egyébként rendőri irányítás van, tehát inkább arra kifelekvél van a közlekedés biztonsági vagy betétkező Buda és Pest között. Ez egy tipikus dolog a 20-as évektől már a Buda, főleg a munkásportból jön, tehát a bőrítészek és környékének terméke, de hát ez később még 50-es évek, 60-as években is különböző tornamutatókra először tettem a palasztát. Ez megint valószínűleg az iskolában és a tanítványuk. Hát ebben itt a baloldali az olimpiai bajnok köteles Erzsébet, ők oda, igen, lennénk áregesünk, de valószínűleg ő meg a keleti áreges. Hát ez a kor legnagyobb magyar futója, az egyetlen Helmut Díjas magyar sportoló, egy Iharos Sándor, valami versenyen a stadionban. Nagyon nagy divat volt az atlétikai verseny,
többek között a valamennyi válogatott mérkőzés, tehát labdarúgó meccs szünetében is mutatta, az óriási közönség előtt elházas versenyeket tudta gondolni. Hát ő az egyik, hát szintén egy nagyon híres magyar középpályafutó, Bütyök, aki húzott, illetve Zakopötyek is megtudta meg, Kovács Ügyre megtudta. Igen, ott elő Zakopötyek mögötte Kovács. Fönn a Zakopötyek. Földesi Ödő, aki Európai Távolító. A versenybíróság, tehát futóversenyen ekkor még a célvonalnál a bírókat pályánként egymás felé ütették, és mindegyik mérte a saját pályáján futónak az idejét. Más ennyi tapot. Nem érte el az időn, hogy lehet pályára futni. De köszönöm a figyelmet, és hát ezek a képek ugye megnézhetőek a kiállításokon, és a szóval mondanám, hogy kiállítás látható. Ha valakinek kérdése van, megszínes. Már elfogtott, sajnos.